Eljött az idő, hogy a boldog gyereken belül most már ne csak a szülőknek adjak segítséget gyereknevelési kérdésekben, hanem a gyerekeket is tudjam segíteni különféle ajánlásokkal, fejlesztőjátékokkal vagy könyvekkel. Bár ha jobban belegondolok szülői fejjel, akkor ez a szülőknek is óriási segítség. A napokban kaptunk egy csodálatos ajándékcsomagot az Okos Mesétől, amiben szerepelt ez a kutyás könyv is, amit mind a kettő gyerekem nagy kedvence lett, de a kisebbik fiamé Vincéjé különösen, ugyanis neki volt egy érdekes szokása a kutyákkal kapcsolatban. Többször említem a TikTok oldalamon, vagy az oktató videóimban, hogy a gyerekneveléshez kell egy alapvető játékosság a szülő részéről is. Mindent kreatívan tudunk átadni a leghatékonyabban. Nem lehetünk feszültek, nem lehetünk dühösek, akkor soha nem fog működni az, hogy a gyerekeink hallgassanak ránk. És ehhez nagyon jól tud jönni egy jól megírt mesekönyv, amiben tényleg teljes megértést adnak azzal kapcsolatban, amiről szól, ez esetben a kutyák helyes gondozásáról, vagy arról, amikor az utcán meglát egy kisgyerek egy aranyos kiskutyát, akkor nem azonnal lerohanjuk, hanem mi annak a módja, hogy odáig eljusson a gyerek, hogy tényleg megsimogathatja azt az állatot. Nálunk nagyon sokat segített ez a könyv abban is, hogy megerősítse a Vincét azokban a szabályokban, ami már működött nálunk. Most már megtanulta megkérdezni, hogy megsimogathatom-e azt a kutyát, és elfogadja a választ, abban az esetben is, ha nemet kap, és abban az esetben is, ha igent kap, azt különösen elfogadja. Azt hiszem, ezen a fotón látszik igazán, hogy a Vince mennyire érdeklődik a kutyák iránt, és mennyire szereti őket. Ez a kép egy családtagunknál készült, ezért teljesen nyugodtak voltunk, hogy nem történhet semmi váratlan meglepetés, de pont ezért volt nagyon nehéz elmagyarázni a Vincének, hogy ugyanezt nem tesszük meg minden idegen kutyával. Ha te is sokat gondolkodtál már azon szülőként, hogy hogyan értesd meg a gyerekkel azt, hogy nem nyúlkálunk be a kerítésen, amikor meglátunk egy kutyát, vagy nem rohanjuk le az állatot, amikor valaki sétáltatja a saját kutyáját, vagy ha már nagyobb gyerkőcről van szó és szeretne egy saját kutyát, akkor mi a menete, hogyan tud saját kutyához jutni és hogyan kell őt gondozni, akkor olvasd el a kutyás könyvet az Okos Mese jóvoltából, a www.okosmese.hu oldalon találod. Használd a Boldog Gyerek kuponkódot, és tedd a kosárba a pozitív megerősítés kártyákat is, hogy ezt ajándékba kaphasd a kutyás könyv mellé. Egy alapszabály, csak úgy megsúgom, mint gyereknevelési specialista, hogy egy önbizalommal teli gyerek nem bánt másokat. Úgyhogy kutyás könyvre fel, www.okosmese.hu, és ajándékba kaphatod ezeket a kártyákat.